Sziasztok! Ma folytatom a Total War Warhammer 3 Realm of Chaos speciális kívásos végigjátszásomat Cathay-vel, azon belül Yuan Bo-val, és mit maradt abba ugye, hogy Miao Ying-el és ugye két erősítéssel ugye, két sereggel megtámadtam a Servants of the Conclave egyik seregét, aminek ugye van egy, és van két erősítés ugye, egy sereg plusz a városi őrség, és ugye automatikázáson győznénk, csak elveszítenék ugye 3, 4, 7 egységet. Igazából nem nagy veszteség, de ugye nem akarok automatikázni. És arra gondoltam, hogy az egyik sereget irányítsa az AI, és valójában arra gondoltam, hogy én irányítom a lovas sereget, és ezt az erősítést irányítsa az AI. Tökéletes. Ó, te jó ég! Ó, te jó ég! Átkelő csata. Ó, te jó ég. Oké. Okay. Oké. Okay. Ebből hatalmas mészárlás lesz. Várjuk, az erősítés egyből bejön. Az ellenséges erősítés nem. Várjunk, az ellenséges tüzérség az elő egész ide. Igazából akkor az én tüzérségem előre, Miao Ying előre. És lőjük azt a pokolágyút. Great Longmar Riders! 129 rohamozás, az nem rossz. Meg ilyen 50 meg 60 melee defense. A szép, annak az ágyúnak annyi, és lőjük ki a másikat. Gyönyörű. Az igen, ki is lőtték őket. Dragon Guard! Még nem pusztították az ágyút. Oké, okay, az ágyúnak vége. Oké, lőjük a izét, az Infernal Fire Glaives. Egy ágyúnak annyi. Á, fenébe az AI támad. Á, buta AI. Igazából jó lenne, hogyha lehetne irányítani az AI-t, mint ugye Media War 2-ben. De ugye mindannyian tudjuk, hogy az újabb Total War-ok jók, nem a régiek. Ne, vigye el. Miért kell támadnia? Miért? Kár, nem lehet ugye irányítani, mint Media War 2-ben ugye az AI-t. Várjunk, a Great Roma Riders az gyalogság elleni egység. Oké,
Hű, mi a fene van itt? Oké, lovasok vissza. Csinál az AI, csak hogy küldi előre az izét, a számszerű jászokat. Ezt a lököttet! Hát nekem igazából fogalmam nincs, hogy itt mi van. Wow, ez kész mészárlás. Oké, azt hiszem, hogy army losses van, igen. Hát, ez jó volt. Oké. Átmentünk rajtuk, mint forró kés a vajon. Nem is tudom, hogy mi a fele történt itt igazából. Az AI ugye igazából nagyon rosszul irányította az egységeket. Úgy a sajátomat, mint a sajátját. Valamiért ugye ezzel a számszerű jász egységgel ugye az egyikkel csak folyamatosan ment előre. Mondjuk... Mondanám, hogy az AI... az újabb totálvorokban jobban irányítja az egységeit, mint a régi totálvorokban, de nem feltétlenül. És csak benyúkolt egy egységet? Hát nem hiszem el. Rendben, ez nem kell, és akkor kell ugye, ez valójában jó lenne. Várjunk, plusz 5 Winds of Magic Power Reserve Capacity... Vagyis ugye 5 mágia kapacitás ugye a seregnek, minden seregnek. Plusz ugye Research Rate, de hát az már nem kell. A karakterek 5%-kal több tapasztalatot kapnak, az valójában nagyon jó, és ugye a Chaos törpök jobban megutálnak, de az mindegy.
négy szintlépés. Mondjuk 5 pontot kell elhasználnia, de most miért? Mindegy. Celestial General. Such treasures. Spoils of war. Oké, 5 kör ugye, és vissza is képzem az egységet. Fight and be recompensed. With that, I would need more effective. Annyi az egész, ugye nem gondoltam volna, hogy a játék benyúkol egy egységet. Celestial General. Storm Dragon. Celestial General. Oké, 2 kör tudom használni ugye a Levy the Provinces. Rendben, ugye mi a helyzet? Celestial General. Nurgle-lel. 7 területe van még, ugye Kugat Plague Father-nak, ami nagyon kevés. Mi a helyzet ezekkel itt? I will hunt you down. There is no cause, no. Oké, ezt ott majd le kell győzni. Shugengan Lord reporting. Celestial General. Celestial General. Oké, okay, legyen még egy körváltás. Plusz ugye Yuan Bo-nak csak leképzek egy jáde sereget. Mivel ugye így alakult. Ivana Veteran of Prague. 50-es szintű, az szép. Oké, itt van ugye 2 sereg. Ó, az a mágus csatlakozott a seregbe. Neki annyi. Plusz ugye a Servants of the Conclave, hát nekik is annyi. Oké, ez ugye... Várjunk, ez az épület valójában nem kell. Vagy próbáljuk ki ezt a... Zhengu War Drum. Ez ugye egy ilyen támogató egység, annyi az egész. Van ugye egy képesség, ami ad melejátakot, ugye plusz 8, és immunins... az egységek ugye immunisak a... Psychology? Hirtelen nem tudom mi az pontosan. Mármint ugye nem tudják őket megrémíteni olyan könnyedén. Ja, a félelem és terror ugye az immunisak az ellen. Plusz kapnak ugye 8 melejátagot, de ugye 100 méteren belül. Oké, okay, vagy van a másik, a Bastion of the Great Cities, ami ad 24 páncélt, ugyanúgy 100 méteren belül. Plusz van egy olyan, Master of Elemental Winds, ami megerősíti a mágiát. Valami olyasmi. Plusz még van egy ilyen, hogy Icon of the Great Cities, ami 50 méteren belül ad 8 morált. Szóval ez az egység valahogy szintén olyan, mint némi képesség, vagy ilyen elixírek, ugye, hogy inkább online csatában tűnnek nagyon hasznosnak, főleg Cathaynél. Például ott van ugye Bretonia. Bretoniának az ilyen egységek nagyon jók. Nekik ugye ott van az a Grail Relic. Például Bretoniának, mikor ugye már van egy csomó területed, akkor Bretoniával ugye le tudsz képezni egy csomó parasereget, és valójában a parasseregeknek nagyon jó
a Grail Relic, mert ugye ha megvan ez, a Grail Relic is ugye ad egy ilyen képességet, hogy nem lehet az egységeket megrémíteni, és valójában az elképesztően erőssé teszi a paraszt egységeket Bretonniánál. De például Cathaynél ez az egység szintén olyan, hogy kampányban nem igazán látom használt, mert nem ad olyan nem tudom milyen bónuszt. Mert ugye a Cathay egységek amúgy sem törnek csak úgy meg. Mármint megtörnek, meg ugye megijednek, de mégsem olyan gyorsan, mint például a bretóniai paraszt egységek. Mert ugye nekik van ez a Ying and Yang képesség. De például, hogyha úgy játszanék, hogy csak közelharci egységet használok, akkor valójában ez az egység talán nagyon jó lenne. Szóval ugye jó ez az egység, csak akkor, hogyha például nincsenek távolsági egységeid, vagy nincsen, nem nagyon használsz ugye mágiát, akkor ugye ez a bónusz még talán úgymond többet érne. Mert ugye elveszel valamit, de adsz helyette valamit, de ugye nem olyan jó, mint például ugye távolsági egység, vagy mágia, de mégis valamit számít. Ugye egy bizonyos helyzetben ez az egység ugye igazából jó, csak nem jelenleg. Plans are afoot. Celestial General. Itt van kettő sereg. The Iron Dragon. Ruin will fall upon them. Astromancer of the Celestial Court. Astromancer of Grand Cathay. I will go. Alchemist of Shangyang. Okay, itt ugye ide kéne egy Yin épület, ide kell egy Yang épület. Celestial General. Ezzel a két sereggel ugye előre. Stay mobile. Fight in perfect harmony. Dragon blooded Shogun. Ancestors, guide us. Serve from the front. Oh, hello. I will hunt you down. Okay, Korn. És itt van ugye Festergax Blood Reaper. Lord Magistrate, what is? Oké, amúgy ez a sereg szintén irány ide. És van esetleg... Oké, 15-ös szinten tudom képezni ugye a Lordot. A Celestial... Nem, a Celestial General az 10-es szintű, a Dragon Blood 15-ös szintű, a Lord Magistrate 10-es szintű. Oké, van egy bürokrát. Nagyon jó, és kéne neki egy olyan, hogy Giant Blade. Scales of the Celestial Court, ugye páncél. Vagy van Armor of Destiny inkább. Plusz van némi talizmán. Celestial Silk Robe az nem rossz. Hát mondjuk kell hozzá az Ascendant Celestial Armor, na mindegy. Várjunk. Amulett. Gyorsabb mágia újra töltődés, vagy micsoda, de mindegy. Oké, még egy Giant Blade. Serpent Fang, oké, azt egybe rakjuk, plusz a Giant Blade-et is. Mert ugye van egy Giant Blade, ami igazából nem kell.
Silver Moonbow, ó, nem már. Várjunk, van egy Executioner X, és van ugye az a Silver Moonbow. Itt van. És Obsidian Blade, hát eszem megáll. Na mindegy, kell ez. Legyen ez is. Ez is jó, extra morál az egységeknek. Okay. Igazából nem kaptam valami jó cuccokat, na de mindegy. The Lord Magistrate stands ready. Okay, itt ugye még kéne képezni egységeket. Astromancer of Grand Cathay. Bakker, de nehéz ráklikkelni. Okay, igazából ide még kell egy Samsrias. The Dragon Blooded. Várjunk, ő egyes szintű. Child of the Nine. Ó, várjunk, van lesebesülve? Nincs lesebesülve egy karakter. Akkor inkább kicserélem erre. Celestial General. Few would turn down such. Oh, hello. Ha! Equazok. Celestial General. Humility in all things. I'll fight from the front. For honor, not fame. Whose craft do you do? Vanu. Igazából kéne épület, ami lakosság növekedést ad. Ready to defend. For Grand Cathay. Now we march. Okay, a következő körben ugye a frakciónak vége lesz. Instrument of the Divine. Várjunk, neki megvan a D-Tower képesség, meg, vagy trait, oké. Okay. Át kell nevezni. General of the Celestial Host. We are Cathay's true bastion. Serve from the front. Attention. I would take that. To defend my soldiers. Még mindig Valiant Defeat. Ám bár szerintem meg lesz. Igazából épp annyira nem tűnnek erősnek. Plusz ugye van egy csomó mágus. Na meg ugye vannak íjászaim. Ó, némelyik bürokratának van lova, vagy ugye ilyen izé szekere. Igazából azt el kell majd vegyem. Oké, okay, plusz rá kéne venni őket a támadásra. Ez jó nagy koponya. Thank you.
Ah, oké, az a Soul Grinder lassan, de kifogy. Ah, oké, mégsem akarnak támadni, de legalább a Soul Grinder kifogyott. Kicsit amúgy ijesztő tud lenni, mikor megjelenik egy ilyen sereg, mert sose lehet tudni, hogy mikor nem veszem észre, aztán csak azon veszem észre, hogy megtámadnak egy várost. Oké, okay, irány előre. Leading the way! There! Shenyang's faithful! Master of Azir! Celestial Sorcerer! Oké, okay, valójában a Soul Grindert kell lőni. Vagy a Burning Chariot. Oké, azt hiszem győztünk. Hát, démonok ide vagy oda, a paraszt íjász az szedi őket. Ja, tökéletes. Igen, ugye, démonok mi? Hatalmas démonok, aztán jön a paraszt íjász, néhány lövés, pff, meg is haltak. Oké, ez itt nem kell, és irány ide. Egészségemre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igen, kell a kettő ágyú. És még egy mágus. Várjunk neki. Nem, nem neki. Ám bár igazából nem gond, hogy van némelyiknek lova, vagy ilyen szekere, vagy mi az, mert igazából a képesség az nagyon jó volt. It benefits the Empire. Power in the blood. I win. Oké, amúgy ezt itt kolonizáljam kell a következő körben.
legyen meg a teljes provincia. Celestial General. The Iron Dragon. Desert Alchemist. Celestial General. General. Shogun Lord reporting. Alchemist of Shogun. Okay, amúgy itt ugye... Itt kéne támadni. A játék ugye egész jó arányt adott, mert nem veszítek el egységet teljesen, de úgy vagyok vele, hogy inkább lejátszom. Van ugye egy ágyú, egy Dreadquake Mortal, nekem van két ágyúm, szóval... Igazából 8 ágyúm van. A két csapat ugye, és... Szerintem ki tudják lőni az ellenséges Dreadquake Mortart. Oké, a Dreadquake Mortar az ott van. Tűz az ágyút! Fellow soldiers of Cathay, I do not intend to have words take the place of my weapons. I shall inspire you with my martial prowess. Jó, mert ugye elég nagy az az ágyú, így... igen, viszonylag könnyedén eltalálják. Ó, várjunk, ez nem ágyú, ez Iron Demon. Mármint... Ágyú, csak nem lő olyan messze. Ó, akkor jók vagyunk. Francba! Szép tüzérségi támadás. Oké, igazából rohamozzunk el. Oh, még egy tüzérségi támadás. Gyerünk, Dragon Guardok! Ó, francba! Azok a tüzérségi támadások, te jó ég! Fight as one.
and crossbows. Defend the realm! I see the way! Oh, Cathay! Acolyte of secrets! Power of the elements! Raise the dragons! Attack in unison! Raise the dragons! The dragons us! The dragons up! Dragon crossbows! Never conquer! Harmonious bow! Defend the realm! In unison! Naturally! Harmonious roar! Okay, yeah, and it's a Celestial Dragon Guard, the Averio, is it? Infernal Guard? Dragon Guard! Seeking Cathay's bow! Thoughts in harmony! For Cathay! Defenders of Cathay! Dragon Guard! Stone and steel! Dragon Guard! Restore order! The Celestial Faithful! Wind and Fire! For the Moon Dragon! Order and the Balance! Fight as one! Okay, army losses. Ja, valójában nem volt rossz. Csak ugye az ellenség és tüzérségi támadás az ugye veszélyes volt. Ja, ugye a képesség, ugye a tüzérségi támadás az nagyon veszélyes tud lenni. Főleg ugye, hogyha nem veszed észre, hogy mikor jön. Igazából az egyiket észrevettem. Most ugye az egyiket szintén észrevettem, csak ugye nem volt hova küldjem az egységeimet. Plusz egy kicsit igazából már késő volt. Celestial General. Serve from the front. I would take that to defend my soldiers. Közeledem ugye Uszkulákhoz. Ám bár igazából azt Miaoing-el kéne majd elfoglaljam. A következő körben ugye el akarom foglalni ezt itt, a frakciónak vége, utána visszafordulunk, és el kell foglalni ezt a provinciát. 6 területe van Kugátnak, szóval várjunk, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oké. Nem olyan vészes. Dragon-blooded Shugungan. Glory to the Emperor. Celestial General. Okay, ugye itt igazából két kör és ez a sereg elkészül, mert használom majd ugye ezt a Levy the Provinces. És, várjunk. Mi a fene? Az egyik terület ugye az Stirland területe Catherine-nek, a másik pedig itt van fent. Oké. Okay. Ó, várjunk, tudok egy kereskedő provinciát létrehozni. Oké, okay, és legyen ez ugye. Igazából épp olyan nagy bevételt nem jelent, de van. A lényeg az, hogy van. És ugye extra bevétel. Várjunk, ide kéne egy jengépület, ezt fejleszteni kell, meg ezt is. És várjunk. Nem kell jengépület, mert... Csak miután hármas szintre fejlesztem, szóval falat építek. Plusz, képeznék néhány halberdet is Yuanbo-nak. Oké, legyen egy körváltás. Korn. Megtámad? Meg bizony. Nem? Ó! Mi a franc az az arány? Wow! Az szép. I will not throw my men's lives away.
Alien defeat most már? Olyan sokat számított, hogy erődben vagyunk, te jó ég. Oké, ám bár milyen a terep? Enne tudja igazából. Oké, ugye a számszerű jászokkal elméletben az ellenséges lordokat könnyen ki tudom majd lőni. Mondjuk Scarbrandet lehet nem lesz egyszerű, de... Ezt a lordot, igen. Vagy ugye démon herceget, de ez mondjuk már a következő részben. Köszönöm megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!